Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit ígér meg neked? És mi az, amit be tud tartani? Mi várható az ő részéről? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A fő téma itt látható középen. Itt vannak magas célok, elképzelések. Ő mindezt el akarja érni. Amit a kép még mutat, hogy megkapod a megbecsülést. Itt lesz egy ünnepség, vagy lesz ajándék, egy jó hír, erre számíthatsz. Ez a férfi itt van a képen, és az ő környezetében megjelenik ez a hamis nő, és emiatt van ez a fejfájás, hiszen sokat töprengett a múltban. Ami a jelent illeti, ő hátat fordít ennek a nőnek, nem foglalkozik vele, lezárja ezt a kapcsolatot, lezárja ezeket az eseményeket, és ha így van, mert így döntött, akkor itt megjelenik ez a szerencse. És szerencsére kapsz itt egy jó hírt, és pontosan ez a gondolata, ez a terve. Sőt, itt lesz egy utazás, ez lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is, vagy ez a hír külföldről jön. Amit ez az utazás még jelenthet, hogy változnak a dolgok. Hamarosan lesz itt egy találkozás, sőt, szerencse a szerelmi élet területén. De ez nem csak az ő hozzáállása, hiszen ez az ő gondolata, hanem ez jelenti az ő elvárásait is, hogy legyen változás, vagy egy közös utazás, legyen találkozás, és ez a szerencse, ami a párkapcsolatotokat illeti. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!